Az ülés elején a testület tagjai egy perces néma felállással emlékeztek Varga Józsefnére, a hosszantartó betegség után augusztus 24-én elhunyt intézmény vezetőre, aki a Bihari Szociális Szolgáltató Központ vezetője volt 14 éven keresztül. Az önkormányzat elmúlt 4 évben külföldön tett hivatalos utazásairól készült beszámoló elfogadása kapcsán elhangzott, az elmúlt 4 évben 2 testvértelepüléssel, valamint a magyar kultúra ünnepe kapcsán Nagyváraddal tartott fenn hivatalos, önkormányzati szintű kapcsolatokat, ezen kívül pályázatokhoz kapcsolódóan tett hivatalos utazásokat a város küldöttsége. Ezek nagy része pályázati forrásból került finanszírozásra, az önkormányzat saját költségei nem érik el éves szinten az 50 ezer forintot. A szakbizottság véleményével egyben hangzóan támogatták a képviselők az 1991-ben alapított, az egykori költségvetési üzem nyugdíjas dolgozói részére szociális szolgáltatásokat nyújtó gondoskodás dolgozói alapítvány megszűnését kérelmező dokumentum benyújtását is, annak okán, mert az alapítvány már évek óta nem folytat tevékenységet. A napirendek között tárgyalták a márciusban elfogadott közbeszerzési terv módosítását is, melyre 2 új pályázat benyújtása miatt volt szükség. 2 új közbeszerzés került közbeszerzési tervbe. Egyrészt az óvodafejlesztést érintő támogatós pályázat keretében a zárórendezvények megszervezése és lebonyolítása tárgyában múlt hónapban került le folytatásra egy közbeszerzési eljárás. Ezt a közbeszerzési eljárást helyeztük bele a tervbe. Valamint beadásra került a napelemes rendszer telepítése a polgármesteri hivatal épületére című keopos pályázat is. Ennek kapcsán feltételes közbeszerzési eljárás került megindításra. Kétféle pályázatról van szó. Az első körben a polgármesteri hivatal épületére nyújtottunk be pályázatot, a épület tetején helyeznénk el napelemeket. A második pályázat, ami előkészítés alatt van, és szeptember közepetáján kerül benyújtásra, ez pedig a Városi Sportcsarnok épületének külső hőszigetelését, nyilázáró cseréjét, és a épületen szintén napelemek és napkorrektorok helyezését tartalmazza. Nyilván majd egy később pályázatokban a épület belsejét is fel lehetne újítani, ezt majd erre külön pályázati forrást fogunk keresni. A képviselő testület hivatalos véleményével egyhangúan támogatta dr. Tóth Ferenc kinevezését a Berettyóújfalu rendőrkapitányság vezetői posztjára. Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat idén is csatlakozik a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz, és ehhez 3 millió forintot nyújt költségvetésében. A hátrányos szociális helyzetű fiatalok támogatására irányuló pályázathoz való csatlakozásra teszünk javaslatot, amelyre az önkormányzat következő évi költségvetéséből azt javasoljuk, hogy a tavalyi évnek megfelelően az idén is 3 millió forintot különítsen. A pályázat benyújtásának határideje 2014. november 7-e, és a pályázatot azt javasoljuk, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Humánpolitikai Bizottság bírálja el, melynek határideje 2014. december 8-a. Az önkormányzat már korábban elfogadott helyi esélyegyenlőségi programjának végrehajtását és annak koordinálását segíti a járáshoz tartozó településeken is egy pályázati lehetőség. Ez a jelenlegi pályázati kiírás szeretné segíteni a települések által elfogadott helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását. Ezekben a programokban 5 nagy csoportra, a mély szegénységben élőkre, a nőkre, a gyermekekre, a fogyatékkal élőkre, illetve az idősekre vonatkozóan születtek meg a helyi sajátosságok figyelembevételével intézkedési tervek. Ez a pályázati kiírás kifejezetten járási székhely települések részére született, tehát itt tulajdonképpen a koordináció, az együttműködés, a programok végrehajtásának az összehangolása a feladat. A pályázattal elnyerhető támogatás minimum 15 millió forint, maximum 22 millió forint, mely önrészt nem igényel. A pályázat 3 fős munkaszervezet kialakítását is lehetővé teszi. A napi rendek között ingatlanok értékesítéséről és bérleti szerződések meghosszabbításáról is határoztak a képviselők. Valamennyi értékesítést ingatlan forgalmi értékbecsülő által meghatározott áron bonyolítanak le. A bakonszegi major bérleti szerződésének meghosszabbítását azért javasolta a polgármester, mert a jelenleg is folyamatban lévő tárgyalások szerint a következő tanévben indulhat el újra a mezőgazdasági képzés, melyben szerepet kaphat ez a földterület is. Mivel előre haladott tárgyalásokat folytatunk a minisztériummal, a mezőgazdasági szakképzésnek az újbóli beindításáról Berettyóújfaluban, viszont még ebben a tanévben nem, hanem vélhetőleg a 2015-2016-os tanévben kezdi meg önálló
tevékenységét, önálló működését a mezőgazdasági szakiskola Berettyőfaluban. Ezért úgy gondoljuk, hogy addig az időig, augusztus 31-ig érdemes a bérleti szerződést fenntartani, majd azt követően természetesen a minisztérium, illetve az iskola intézmény vezetése tudja eldönteni, természetesen a tulajdonossal közösen, hogy milyen formában kívánja, vagy az iskola működteti, vagy esetleg további bérletre tesz javaslatot. A bizottság abban egyhangulag egyetértett, hogy ebben a helyzetben logikusnak látszik a bérleti díj, bérlet meghosszabbítása. Ugyanakkor felvetődött, hogy ez a bérleti díj, ez nem biztos, hogy jelen pillanatban a piaci viszonyokat tükrözi, ugyanakkor módosító indítvány nem érkezett ezzel kapcsolatban, és végül a bizottság 3 igen, 2 tartózkodással elfogadta az előterjesztést. A képviselők egy tartózkodás mellett támogatták a bérleti szerződés 2015. augusztus 31-ig történő meghosszabbítását. A polgármester a képviselők által néhány útszakaszt, parkolót és járdát érintő problémával kapcsolatban elmondta, a nemrégen munkába állt közmunkaprogramban résztvevők a következő hetekben a város építése mellett ezeken a problémákon is dolgozni fognak.